Mindkét jármű sofőrje ittas volt annál a balesetnél, ami során májusban két autó frontálisan karambolózott egymással Fegyvernek és Kenderes között a négyes úton. A balesetben összesen 6 ember halt meg, közülük 5-en nem használták a biztonsági övüket. Tolna megyében is több halálos balesetet okoztak részeg sofőrök az elmúlt hetekben. Legutóbb Kítjen, ahol az erősen ittas állapotban levő 35 éves tolnai férfi halálra gázolt egy éppen füvet nyíró helyit. A sofőrt letartóztatták. Az ittas férfi a baleset idején a rendőrökkel is erőszakosan viselkedett. A férfinak ezért nem csak a halálos baleset okozása és az alkohol miatt kell majd felelnie a bíróságon. Több más súlyos balesetet is okoztak olyan sofőrök, akik úgy ültek volán mögé, hogy előtte alkoholt fogyasztottak. Ez az egyetlen egy olyan mutató Tolna megye vonatkozásában, amikor emelkedés tapasztalható, hiszen az országos átlag az olyan 8,4-8,5%, Tolna megyében ez jelen pillanatban 9,4%-on áll. Ezt mondta néhány héttel ezelőtt Megyeri Zsolt, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti főosztály vezetője. Azóta tovább nőtt az ittasan okozott balesetek száma Tolna megyében. 2019. október végéig ugyanis 241 sérüléses baleset történt a megyében, és ezek közül 24 esetben vezette az autót ittas sofőr. Ez 10%-nak felel meg, míg tavaly 8,9% volt az ittasan okozott balesetek aránya a megyében, ahol személyi sérülés is történt. Mondja a friss adatokat Komlósiné Kis Anett rendőrségi szóvívő, hozzátéve ennél magasabb is lehet az ittas sofőrök száma. Az ittas járművezetés kapcsán elmondható, hogy nagyon sok eset látenciában marad. Ez azt jelenti, hogy akkor derül csak ki, hogy valaki ittosan közlekedik-e, amikor a rendőrök ellenőrzik, illetve balesetet okoz, vagy balesetnek a részese, és ilyenkor szintén rendőri ellenőrzés alá kerül. De elmondhatjuk, hogy 2019. október 31-éig Tolna megyében összesen 288 esetben indítottak büntető eljárást ittas járművezetés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt a rendőrök. Tolna megyében egyébként az a gyakorlat, hogy a részeg sofőr jogosítványát elveszik a rendőrök, és ha a bíróság eltiltja a sofőrt a vezetéstől több mint 6 hónapig, csak egy igen hosszadalmas ügyintézést és képzés követően kaphatja csak vissza a vezetői engedélyét, ami több százezer forintjába kerülhet.